Újabb beruházás kerülhet veszélybe Szekszárdon. A Szabó Dezső utcai orvosi rendelő és szőlőhegyi óvoda felújítása után ezúttal a DNS Valéria általános iskola energetikai korszerűsítése hiúsulhat meg. Az ilyen Szekszárd tagokból álló gazdasági és városfejlesztési bizottság legutóbbi ülésén hozott döntés miatt. Úgy tűnik, itt is olcsóbb ajánlatra vár a bizottság az építőipari cégtől, noha a tervek elkészültek és elvileg indulhatna a munka. Erre a város még korábban nyert forrást a település fejlesztési operatív programból, majd a PIP Közép-Dunamenti térségfejlesztési nonprofit KFT-től kapott még támogatást a munkákra. A bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy bár elindítják a kiviteli tervek elkészítésére a pályázatot, és a bizottság rábólintott a munkára, ezzel párhuzamosan mégis egy másik tervet is készítetnek a tervezővel egy olcsó felújításra. Ezért a bizottság úgy döntött, az eljárás feltételes eljárásként kerülhet csak kiírásra. Ez azt jelenti, hogy ha meg tudnak egyezni a forrásról a tervezővel és a kivitelező céggel, jövőre elindulhat az épület korszerűsítése. Ha nem egyeznek meg és nem tudják olcsóbban megoldani a korszerűsítést, később kezdődhet meg a beruházás, és így később is lesz kész, vagy akár el is bukhatja a város az erre nyert forrást. Az iskola korszerűsítésének ugyanis 2021. novemberéig kell befejeződnie. A szőlőhegyi óvodánál szintén a gazdasági bizottság döntése miatt az a helyzet állt elő, hogy a felújítására és az átépítésére megvan a forrás, elkészültek a tervek. A bizottság július elején mégis úgy döntött, ezzel párhuzamosan felállít egy szakmai tímet, aminek az a feladata, hogy megvitassa, hogyan lehetne kisebb és olcsóbb óvodát építeni. Így mindkét fejlesztés esetében előfordulhat, hogy elkezdődik a területen a munka, majd újabb módosításokat akar a megrendelő önkormányzat elvégeztetni a kivitelezővel, ami többletköltséget okozhat.